felbőgtek a traktorok motorjai Nagyszokolyon, ahol 13. alkalommal szervezte meg a traktorversenyt, gazdatalálkozót és családi napot a Civilek Nagyszokóért Egyesület az önkormányzat segítségével. Végül is nem fő tevékenység, hanem ez egy úgy indult, hogy egy gazdatalálkozó, családi nap és traktoros verseny. Az első rendezvényen 10 pár traktor vett részt, amit nem tudom most megmondani pontosan mennyi, és akkor ez a traktorverseny része nőtte ki magát az évek alatt, hogy most már ilyen 45-50 versenyzőnk van. A felvonuláson ma 84 traktor vett részt, ami egy rendőri felvezetéssel történt a faluba. Ebben részt vettek kicsik, nagyok, mármint a traktorok is kicsik, nagyok, meg emberek is, fiatalok, idősebbek. 19-ben volt vezetőségváltás, 19-től lettem az egyesület elnöke, feleségem a titkár, menyem a pénzügyi részét viszi a dolognak, és most úgy ez az első rendezvény, amit végül is mi szervezésünkben történik. A traktorosoknak van egy szalonverseny, 150 lóerő alatt, 150 lóerő felett, van egy gyorsulási versenyünk, van egy női versenyünk, ami szalomban van, és egy veterán, ami ugye dútrákra orientálódott, azok versenyeznek ugyanúgy szalomban. Egy időmérő futamokkal kezdődik, utána az első 10, vagy ha nincs annyi, az első amennyi éppen van, azok pedig összevetésbe, egyenes kiesés alapon jutnak el a dobogóik. A felsorakozott versenyzők között voltak helyiek, környékbeliek, de volt olyan is, akit még a kilométerek sem rettentettek el attól, hogy rajthoz álljon a nagyszokói traktorversenyen. Én Bakony Tamásiból érkeztem, Veszprém megyéből, és évek óta lejárok már a versenyre. Kezdetben még csak nézőként voltam itt, aztán hamar úgy éreztem, hogy el kell indulnom. Eleinte itt a helyiek kölcsönöztek nekem traktort, és azzal indultam, aztán utána lett egy ilyen gondolatunk, hogy akkor lejövök a traktorral, és akkor most már így a faluból többen eljönnek megnézni minket, többen is indulunk a traktorral, úgyhogy így most már kialakult egy egész jó versenyzői közösség innen Bakony Tamásiról. Édesapám ezzel foglalkozik, akkoriban is már ezzel foglalkozott mezőgazdasággal, úgyhogy én már azóta ez a rajongás megvan bennem. Szeretnék minél jobb helyezést elérni. Ha véletlenül nem sikerül, akkor meg eleve már az élmény, az eleve a felvonulás, az, hogy itt lehetek, versenyezhetek, maga az idefele út, meg a hazafele út eleve az is egy élmény. A Bakony Tamásiból érkezett versenyző 5 óra alatt ért traktorával Nagyszokolyra, nagyjából 120 km megtétele után. Évekkel ezelőtt annyira megtetszett neki ez a verseny, hogy azt saját településén is megrendezik egy ideje. Egy részét átvettük ennek a versenynek, és Bakony Tamásiban meg szoktuk rendezni. Most már idén 5. alkalommal lesz egy családi napunk, ami lovas és traktoros családi nap, aminek a második napján egy ehhez hasonló traktorversenyt szoktunk rendezni. Előbbre, aki volt a rendezője ennek, a Gyenei Sándor, ő személyes jó barátom, és az ő közreműködésével kezdtük ezt meghonosítani Bakony Tamásiban, és idén is meg fogjuk rendezni. Az önkormányzat számára teljesen kézenfekvő, hogy támogatják a rendezvényt, örülnek neki, hogy évek alatt egy olyan eseményé nőtte ki magát a traktorverseny, melyet az ország számos pontján ismernek már. Támogatást nyújtunk a Civilek Nagyszokolyt Egyesület részére. Próbálok azt, hogy minél nagyobb vonulat vigyen ez a rendezvény, és hogy minél több ember eljöjjön, jól érezze magát, és gyerekeivel, családjával együtt, akár egy főzőversenyen, akár versenyezve, mindenféle jót tudjanak csinálni, és jól érezzék magukat egész nap. Ez nagyon jó hírnév a falunak, és az ország bármely pontjára elmegyünk, ott mindenhol emlékezik, vagy emlegetik ezt a traktorversenyt. Hogy annyira kinőtte már magát, hogy nagyon sok helyen ismerik. Nagyon ez Bakony Tamásiból, nagyon sok helyre jönnek ide az emberek, azért, hogy itt megmérkőzzenek a győzelemért. Szeretném fejleszteni ezt a rendezvényt, esetleg egy nagyobb koncerttel a rendezvény végén, az, hogy minél több embert vonzunk ide a kis falunkba, és ismerjék meg azt, hogy milyen összetartó közösség vagyunk, és jól tudjuk érezni magunkat. A versenyzők között akadt olyan is, aki igazán komolyan veszi a felkészülést, nem csak a gyakorlás tekintetében. Ez most nagyon kemény volt, mert egy üres váltóvázzal indultunk neki április 29-én, és ez így egy folyamatosan készül napon keresztül. Az utolsó 2 hét az nagyon kemény volt, éjjel-nappal nyomtuk. Úgyhogy igen, ez minden porcikája darabból készült szinte, motor, váltó, hajtások, minden. Igen, van sok verseny,
máshonnan is szoktak jönni, és készültünk, hát ha jönnek az Alföldről is szoktak jönni minden évben máshonnan. Meg jövő héten mindenki Solyospálos traktorversenyre is hívtak barátok már. Ott is komoly versenyek vannak. Volt első helyezésem egy pár, volt abszolút első helyezés is, volt kettes, hármas helyezés is, mindenben változó. A változó helyezések sorát idén egy gyorsulási első, egy szlalom harmadik és egy abszolút első helyjel gyarapította a Tamásiból érkezett versenyző. A nézők számára egy különlegesség, amikor hölgyek ülnek a volán mögött. Idén 8-an gondolták úgy, hogy megmérettetik magukat szlalomozásban, akik közül Blázsovics Petra bizonyult idén a legjobbnak. A traktorverseny jövőre is várja az érdeklődőket Nagyszokolyon.